Főtisztelendő tanáratyák, kedves öregdiákok, Krisztusban szeretett testvéreim! Bemegyek Szent templomodba, kezdetű énekkel nyitottuk meg a Szent misét, hiszen ma egész nap a Lateráni Bazilikának az ünnepe volt, az Anya Szent Egyház legősibb templomának, és a mostani evangélium is, amely holnapi napra való, végül is a templommal kapcsolatos, mert az Úr Jézus azt nézte, hogy a templom perselybe ki milyen lelkülettel adakozik, és mennyit ad a perselybe, nem aszerint, hogy mennyire gazdag, hanem az ő tehetsége és lehetősége szerint. Érdemes ezen az ünnepen elgondolkodni arról, hogy mit is jelent nekünk a templom. Önmagában mit jelentett az Úr Jézusnak, és mi az, ami miatt mi a templomot fontosnak tartjuk életünkbe, hiszen sokan mondják azt, hogy ő tud a szabad ég alatt is imádkozni, erdőbe is, otthon is, meg hát egyébként is benne van a Szentírásba, hogy eljön az idő, hogy lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát, tehát egyáltalán kell járni templomba. Amikor még mi diákok voltunk itt, akkor magától értetődő volt, hogy vasárnap mindig jöttünk, és a buzgóbbak hétköznap is részt vettek. Most már hallom azt, hogy egyházi iskolákban is az van, hogy legalább a hónap első, második vagy harmadik vasárnapján ez vagy az az osztály vegyen részt. Szívem tanár úr mondaná, hogy horribile dictu, hova jutottunk, hogy havonta legalább egy misén vegyél részt egyházi iskolába járó gyermek. Hát mi azt mondjuk, hogy meg kell tartanunk a régi törvényünket, hiszen az Úr napját megszenteltve első fokon ez tartozik bele. Érdemes azon elgondolkodni, hogy az Úr Jézus már az ószövetségi templomat is mennyire szerette, és mennyi kapcsolata fűződött hozzá. Hát gondoljuk meg, 40 napos korában elvitték a templomba. Aztán 12 éves korában ott volt, fölment a húsvéti ünnepekre, fölment ő máskor is, csak azt föl is jegyezték, hogy akkor azt mondta, hogy neki az Atya házában kell lenni. Aztán amikor nyilvános működését elkezdte, akkor ott megkísérti őt a sátán, a templom párkányára állítja így lélekbe, hogy vesd le magad és csinálj valami produkciót, hogy mindenki csodálkozzék rajtad. Többször tanított a templomban. Hát ilyen udvarai voltak az ószövetségi templomnak, eljárt oda az Úr Jézus tanítani. Aztán kiűzte a kereskedőket a templom udvaraiból, mondván, hogy ne tegyétek Atyám házát rabló barlangá. Aztán kifizette az egyházadót, vagy templomadót. Nem tudom, tudjátok-e testvérek, hogy ez benne van a Szentírásban, hogy Jézus kifizette a templomadót, bár nagyon csodálatos módon oldotta meg, mert a hal szájából kivett statérral, de mégis kifizette az egyházadót. És az a zöldvegy asszony is, aki a mostani evangéliumunkban szerepel, az is valamiképpen azt fizette ki, csak ő a hitnek, a bizalomnak is a nagy lelkűségéről tanulságot, amikor a megélhetését biztosító kis kevés pénzt is beledobta a perselybe. Tehát Jézus ezért dicsérte meg, hogy nem csak jó tett volt benne, hanem nagy bizalom az Isten iránt is, hogy a következő napon, bár nem tudta, hogy miből fog élni, de
bízott az isteni gondviselésbe. Aztán az Úr Jézus a templomról tanításokat adott, hogy azt majd le fogják bontani, mert jön az ellenség, kőkövön nem marad, és meg is siratta Jeruzsálemmel együtt a templomát. Aztán az is benne van, hogy a templom függönye, amikor ő meghal, ketté hasad. Ez valami csodás dolog volt, de egy nagy jelkép, mert az ószövetségi templomot úgy kell elképzelni, hogy volt a Szentek Szentje, egy szentély, amit egy nagy kárpit függöny választott el a templom hajójától, és oda évente a főpap is csak egyszer ment be, ott imádkozott, de oda más nem térhetett be. És ekkor, mikor ő meghal, ketté szakad a függöny, és azt mondja, hogy az evangélista, illetve már a mostani Szentleckében a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy nem kézzel épített templomba, hanem saját testének a templomán keresztül tudunk most már bejutni az Istenhez. Ez a jelkép, hogy most már szabad utunk van nekünk az Istenhez, ezért hasad ketté a templom kárpitja, ami a szentélyt és a templomhajót elválasztotta. És ami a perében előkerült, egy vád, hogy ő azt mondta, hogy bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra fölépítem azt. Hallgatósága azt hitte, hogy a jeruzsálemi templomra gondolt, és akkor mondták is, hogy 46 évig épült, addig épülte meg, föl tudott harmadnapra építeni, de megjegyzi az evangélista, hogy saját testének a templomára gondolt, és itt lépünk át ennél a gondolatnál az új szövetségbe. Mert az ószövetségi templom számunkra megszűnt, de az új szövetségi templom maga Jézus Krisztus. És ahol ő ott van nekünk a templomunk. Csak hogy mi a katolikus templomot nem csak egy tiszteletre méltó imádság házának tartjuk, hanem olyan épületnek, ahol találkozunk az Úrral. Nem csak az evangélium hirdetése által, hogy hallhatjuk azokat a szavakat, amit Jézus tanított, hanem az oltári szentség által. És ez a nagy csodája a katolikus templomnak, jelzi mindig az örök mécses, hogy itt van az Úr, szentségi módon, és nem arról van szó, hogy van egy templom, ahol valami történik olykor, hanem mi hivatalosak vagyunk, ide várnak bennünket. És ezt mondom nektek, kedves öreg diáktársak, hogyha el is vagytok fáradva, és rossz az idő, meg betegeskedtek, de van az ünnep, akkor ne azt mondjátok, mert parancs, meg piarista diák voltam, hát illik, hogy elmenjek, hanem meghívott vagyok. És én azért megyek, egy meghívásnak teszek eleget. Az Úr vár bennünket. És ezért megyünk a templomba. És aztán vannak ugye kiemelkedő templomok. A lateráni bazilika az Anyaszentegyház legősibb, legfőbb temploma. Nem a Szent Péter bazilika, a lateráni, ami az üdvözítőnek is, keresztelő Szent Jánosnak a tiszteletére épült, és pontosan 1700 évvel ezelőtt szentelték fel, 324-be, hát döbbenet, amikor Nagy Konstantin császár átadta az egyház szolgálatára, eredetileg királyi ház volt, az annyit jelent görögösen, hogy bazilika, átadta istentiszteleti célokra, és innét a legnagyobb templomaink innét veszik a nevüket, ezért bazilikák,
mert királyi házak lettek átalakítva, de most már a legfőbb királynak, Jézus Krisztusnak. Egyik templomban sincs jobban jelen az Isten, mint a másikban, ahol ott van az oltári szentség. A Szent Péter bazilikában sincs jobban, mint mondjuk fönti kis kápolnában ott az eukarisztia. De akkor miért van ez a különbségtétel? Mert valamiképpen az egyháznak a hierarchikus rendjét kőbe vésetten is mutatják a templomok, hogy vannak kápolnák, templomok, székesegyházak, bazilikák, hogy a mi egyházunk az nem egy ilyen parlamentáris egyház, hanem hierarchikus. De ennek a hierarchiának szolgálni kell. És ez a szolgálatot akarja kimutatni a templomoknak a különböző rangfokozata és szépsége. És ugyanakkor számunkra egy ilyen ősi templom, de akár csak a mi piarista templomunk is, még mást is jelent. Jelenti a keresztény eleinkkel való összekapcsolódást. Mert gondoljuk meg, itt az évszázadok alatt mennyien megfordultak, piarista diákok is itt imádkoztak, tanárok is, hogy mi velük is összekapcsolódunk. Azért ez egy nagy dolog, hogy olyan helyen vagyunk, ahol itt az imádság járt át a falakat, mert itt volt a keresztény eleink, itt a folytonossága a mi hitünknek és egyházunknak. Ezt is jelenti a templom. És ugye ragaszkodunk hozzá, és szépé tesszük a templomot, amikor lehet, hiszen a szépség az isteni kategória, és a művészet az Istenhez kiált. És ezért nem kopár falaink vannak, hanem díszítjük, mert Isten iránti hódolatunkat és tiszteletünket is kifejezzük. Ha Kiskunfélegyháza felől jövünk, ott a hídon rátekintünk Kecskemét városára, úgy elgondolom, hogy látszanak a templomtornyok. Hát mi volna, hogyha nem volnának templomok Kecskeméten? Csak a Mercedes gyár, meg ilyenek. Hát milyen sivár lenne ez a város? Mert ott, ahol az emberek csak maguknak építenek épületet, haszonépületeket építenek csupán, ott embertelenné válik az élet. Éppen most olvastam a napokban, hogy Szöul, ugye Távol-Kelet, Dél-Korea egyik legnagyobb, leggazdagabb városa. Ott van a legtöbb magányos ember. Nem öregek, hanem fiatalok. Mert csak az számított nekik, hogy termeljenek, elsők legyenek, kapcsolatrendszerük már nincsen, élnek a nagy panelházakba, és valamilyen falenszter módon tengetik az életüket. A templom kiemel bennünket a hétköznapiságból. Ünnepivé teszi az életünket, és mindig rámutat az élet értelmére is. Mert amikor eljövünk ide a templomba, akkor azért mindig egyfajta lelkiismeret vizsgálattal, az evangélium meghallgatásával fölvetődnek mindig az örök kérdések. És most, amikor itt vagyunk, elhunyt paptanárainkra gondolunk, diáktársainkra, akkor ezt nem úgy tesszük, mint akik nem hisznek. Mert a nem hívő embernek van valami sovány vigasztalás, hogy addig élünk, amíg emlékeznek ránk. De hát milyen élet az, amit az ember már nem tud, csak emlékeznek rá. Mi azt mondjuk, hogy az Isten emlékezik ránk. És azért imádkozunk értük, hogy az Isten emlékezete életbe tart bennünket, és így kapcsolódunk össze a Szentmisén elhunyt szeretteinkkel, hogy most ők Isten által kötődnek hozzánk, és elevenednek meg. Fontos számunkra a templom. Ne hagyjuk el.
a vasárnapi szentmiséket, amikor tudunk, az ünnepnapin is vegyünk részt, kedves öreg diáktársak, hiszen a templom a számunkra lelki erőforrás. Nem elpazarolt idő, ha ott vagyunk, hanem lelki megújulásnak és feltöltődésnek is a helye, és ugyanakkor az Isten dicsőítésének is. Így vegyünk most is részt ezen a szentmisén, azzal a lelkülettel, ami a szegény asszonyban megvolt, hogy a mi bizalmunk és hitünk, Istenbe vetett reményünk, az kell, hogy erősödjék a templomba, hiszen bármi történik körülöttünk, ő az egyetlen menedék számunkra, mint annak az özvegy szegény asszonynak volt. Ezt köszönjük meg, ezért adjunk hálát a mostani szentmisében. Amen.